A koronavírus járvány tavaszi hulláma idején a házi gyermekorvosok közel fele nem praktizálhatott, mivel elmúlt 65 éves és a veszélyeztetett kategóriába tartozott. A szakember hiány néhány év múlva mindennapok valósága lehet. Az alapellátás problémája az elöregedés és hogy nincs elegendő utánpótlás. A házi gyermekorvosok egyesületének új elnöke olyan reformokat szorgalmaz, amelyek a gyermekorvosi ellátás fejlődését és megújulását idéznék elő. Azt gondolom, minden területen a kiszámíthatóság most az, amiből legnagyobb hiány van, hiszen a Covid-járvány felhívta a figyelmet arra, hogy a bizonytalanság mi mindent okozhat. Ha a házi gyermekorvosi ellátást nézzük, kollégákkal nagyon szeretnénk olyan magas szintű, valóban csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi tudást alkalmazó ellátást nyújtani a kis pácienseinknek és a családoknak, ami számukra is ideális, és számunkra is valóban szakmailag a legjobb lenne. Ehhez több dologra van szükség. Hosszú távon mindenképpen szükséges az, hogy elég vonzó legyen ez a pálya, ez a gyönyörű hivatás ahhoz, hogy sok fiatal válaszza életcéljának. Rövid távon azonban ez egy-két év alatt természetesen nem oldható meg. Nagyon sok az idős kollégánk, nagyon nagy tisztelet azoknak, akik nyugdíj mellett is dolgoznak. Számukra az lehet megoldás, illetve ilyen korösszetétel mellett az lehet megoldás, hogy a nem orvosi feladatok egy részét át tudjuk adni olyan szakembereknek, akik azt át tudják venni, akiknek az a szakterületük. Magyarországon jól működő praxis közösségek vannak. Problémát okozhat, hogy a vegyes praxisok orvosainak nincs feltétlenül gyermekgyógyászati szakvizsgájuk, hiszen nem volt rá szükségük. A főként felnőtteket ellátó orvosoknak így komoly kihívás lehet egy csecsemő kezelése. Ha ilyen szakembereket bevonhatunk a munkába, akkor ott lesz az a felszabaduló orvosi, szakorvosi tudás, ami által nagyobb figyelmet és több szolgáltatást tudunk nyújtani a gyerekeknek, és akár több gyermekellátása is megoldható. Elképzeléseink szerint ez a praxisok együttműködésében valósulhat meg. Több jelenleg önállóan működő praxis vonna be egy-egy segítő munkatársat gyermekellátásba is. Ez lehet talán az az út, ami megoldja a sok éves problémát, hogy hogyan tudnánk több gyermeket ellátni, és még a jelenleginél is magasabb színvonalon. Az utánpótlás kérdésében a kiszámíthatóság és a nyitott szakmai életút a cél. Ezért a magas színvonalú szakmai hivatás gyakorlására törekszik az Egyesület, és elsődleges feladatának tartja a gyermekorvosok bérrendezésének kérdését is. A vezető hozzátette, a jelenlegi járványhelyzetben nem csak a gyermekgyógyászat különböző szintjein dolgozó kollégák együttműködésére, hanem a gyermekük egészséges fejlődését szem előtt tartó szülők támogatására is szüksége van az Egyesületnek.